Bármelyik úton érkezik a látogató Dadra, biztosan felnéz a falu jelképének számító Árpádfára. Az öreg hársa Dadi általános iskola pecsétjére is rákerült. 1896-ban ültették a honfoglalás ezredik évfordulójára. Árnyékot ad annak, aki megpihen alatta, és méltó helyszínéül szolgál a falu ünnepeinek. Augusztus 20-án tartjuk Dadon a Szent István napot. Jellegzetesen kötődik ehhez a fához is ez a szép nap, mert rendszerint itt kerül kiosztásra az új kenyér. Rengeteg fiatal tölti a szabadidejét a fa hűs árnyékában. Régmúltról mesél az, hogy gyakran az idősek a fának a termését és a virágát teaként fogyasztották, hiszen ez gyógynövényként is funkcionál. Kötődik szerintem, azt mondhatom, hogy minden Dadi ehhez a fához, és mindenkinek van egy ide kapcsolódó emléke. A falut 1230-ban említik először az írások. 100 évvel később már temploma is volt. Először a Csák nemzetség birtokai között sorolták fel, majd királyi birtokként szerepelt. A törökök teljesen elpusztították. 1643-ban települt újra gróf Csáky László, a gesztesi várura, református jobbágyokat hívott Dadra, és a használaton kívüli katolikus templomot is nekik adta. A templom története az több mint 250 évre nyúlik vissza. Korábban a falu lakossága református többségbe került a török hódítás után. Akkor felújították a falu közepén álló katolikus templomot, és birtokba vették, mert elhagyatott volt. 1700-as években jött az ellenreformáció, a falunak katolikus földesura lett, aki visszaállította az eredeti tulajdonviszonyokat, elvette a reformátusoktól a templomot, és annyi becsület volt benne, hogy építőanyagot adott a református közösségnek. Viszont azt kikötötte, hogy utcafrontra nem épülhet fel a református templom. Akkor tapasztaltuk meg igazán az áldását ennek a helyzetnek, amikor megerősödött a gépjármű forgalom a falu átmenő utcáin, és bármikor is van istentiszteleti alkalom, a külső zajok nagyon kismértékben szűrődnek be ebbe a távolságba. Úgyhogy ebből a szempontból áldás lett a büntetésből. Dad a 18. századra az Eszterházi uradalom része volt. A birtokos családnak és összetartó közösségének köszönhette újjáépítését az 1718-as tűzvész után. Épületei mind leégtek, a falu dokumentumai is megsemmisültek a katasztrófában. Anyakönyveit 1753-tól őrzik. Gróf Eszterházi József katolikusokat telepített Dadra, és új templomot emeltetett. A kor híres barokk építésze Fellner Jakab tervezte a katolikus templomot, amit Szent István tiszteletére szenteltek fel. Az oltárképen első királyunk látható, amint Máriának ajánlja fel Magyarországot. A háttérben Pannonhalma látképe tűnik fel. Az 1800-as évek közepére Dadot már nagy községnek tartották. Lakossága főleg állattenyésztéssel foglalkozott. Ebben az időben készült első hiteles térképe, amelyet Haberfeld Miklós dínok szerkesztett és Wurm Adolf mérnök mért fel. Kiderül belőle, hogy területe legnagyobb részét gróf Eszterházi Miklós birtokolta. A tájházban látható az eredeti példány. A helytörténeti gyűjtemény anyagait a Dadiak adták össze az évek során Csekovszky Árpádné tanár kezdeményezésére. Könyv is született a falu történetéről. Baranya Dezsőné, Erdőkné Lázár Zsófia és Jordánné Ládi Zsuzsanna gyűjtötte össze a település mondáit
és régi szokásait. A falusi idősektől és fiataloktól is egyaránt gyűjtöttek anyagot a könyv elkészítéséhez. Rengeteg fotót tartalmaz, és Dadot az első írásos emlékektől bemutatja egészen mostanáig, és a mostani épületek is szerepelnek ebben a könyvben. Köztük a kultúrház, ennek építésének a története, a templomaink, és gyakorlatilag minden, ami Daddal kapcsolatos. Versgyűjtemény van benne, amiben tanító és okító szövegeket fogalmaztak meg az idősek a fiatalok számára. Rengeteg leírás, helytörténeti adatok, létszámadatok és egész Dadd történetének a gyűjteménye van ebben a könyvben. Dadon modern, családias hangulatú iskolában tanulnak a kisdiákok. Református iskolájuk elődjét 1869-ben alapították a faluban. 1948-ig volt református iskolája községnek. 48 után az államosítás során államosították, elvették a gyülekezettől a református iskolát, és a rendszerváltozás után következő évtizedben nyílt arra lehetőség, hogy alapítsunk egy református iskolát újra. Úgy gondoljuk, hogy olyan értékrendet sikerült megvalósítanunk ebbe az iskolába, ami vonzó más települések számára is, és talán ettől vagyunk sikeresek, hogy nyitottak vagyunk, odafigyelünk a gyermekekre, nagy szeretet veszi őket körül, és csak jót kapnak és hallanak és tanulnak. Dadon megbecsülik elődeik értékeit. Egy régi elhanyagolt épületet töltöttek meg újra élettel, amikor kialakították a közösségi házat. A gyerekek kedvence lett a hozzátartozó játszótér. Itt szervezi találkozóit a helyi Vöröskereszt és a nyugdíjas klub, és otthont ad az iskola nyári tánctáborának is. A helyiek szívesen látogatják a szakköröket és kiállításokat is. Kötöttünk, horgoltunk, hímeztünk, ki mit tudott, segítettünk egymásnak, ez erről szólt. Mai napig is erről szól, de ez most alakult, hogy fölkértek bennünket egy ilyen hagyományőrző pályázat ez, amiből megkaptuk az anyagot. Az a asztalot hátul, az mind annak a terméke, a gobleink kivételével. Annak idején az idősebbeneknek még a kombinétnak az eleje is ki volt slingelve, az alja. Az alsó szoknyákat is slingelték. Én nagyon szeretem a kalocsait, meg a fehér hímzést főleg. Nagyon sokat varrok géppel is, risselek is, meg gépi hímzéseket is csinálok. Azt a kalapot is tavaly vartam, de hát az csak olyan dísz, szóval nem viselet, hanem csak dísznek vartam. Dadd vármegyénk egyik folyamatosan fejlődő települése. Iskolát újítanak fel, tornacsarnokot építenek, ami talán báloknak és más közösségi eseményeknek is teret ad majd. A Vértes északnyugati részére minden évszakban érdemes ellátogatni, de még nagyobb élményt tartogat a kirándulás a falunap vagy a szüreti felvonulás idején. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.